Ott van! 6 pontot szerzett ezzel a lövéssel ez a kislány a velencei gyermek és ifjúsági táborban. A héten elkezdődött az első turnus az önkormányzat felújított táborában, a Bajnokok hete táborra. Különböző vicces ügyesség és készségfejlesztő foglalkozások során a hét végére mindenkit bajnokká avatnak majd Velencén, de a későbbi turnusokat is valamilyen tematika alapján állították össze a táborvezetők. Így a Harry Potter rajongók, a rejtélyek szerelmesei és az izgalmak magyar értékek kedvelői is megtalálják majd számításaikat a nyár folyamán. Az előző Covid időszak előtt bevált Harry Potteres tematikus hét az idén is nagy érdeklődést produkált, így hát ennek a világába lehet majd kalandozni, ezt követően pedig igazából a hagyományőrző szeretetünket és a gyerekeknek ezt a hazafiasságos nevelését szeretnénk egy kicsit előtérbe helyezni, ezért egy ilyen Magyarország szeretlek tematikus táborban lehet majd részt venni, valamint az utolsó héten pedig egy újdonsággal, egy rejtélyek táborával próbálunk majd valami izgalmat csempészni a gyerekek nyarába. A mostani első turnusban 53 gyermek nyaral a Velencei tónál, az önkormányzat nyári táborában, melyet a Modern Városok program keretében 800 millió forintos állami támogatásból újítottak fel tavaly nyáron. 18 kis ház és egy új kétszintes közösségi épület várja a fiatalokat egész évben. Nagyon megnőtt a jelentkezések száma, ami nyilván azért is van, mert a magántáborok azért jóval magasabb díjon elérhetők, mint mondjuk a tavalyi esztendőben. Nyilván a költségek mindenhol emelkedtek, emiatt sokan viszont ezeket az önkormányzati táborokat is keresik. Alapvetően mindenki ezek Fehérvár önkormányzatának szervezésében megvalósuló táborok, elsősorban a fehérvári gyermekek azok, akiknek van erre lehetőségük, de természetesen azt gondolom, hogy minden gyermeknek ez egy élményt adhat. Az ifjúsági tábor legtöbb nyári turnusa most arra már megtelt, de a július 3. hetében szervezett Magyarország szeretlek táborba és a július utolsó hetében tartott rejtélyek táborába vannak még szabad helyek. Jelentkezni ezekre a turnusokra a Városgondnokság honlapján lehet.